Sziasztok, Szecsi vagyok, és ez itt a GFF. Ma az egyik kedvenc játékomat hoztam el nektek, ami nem más, mint a Prince of Persia, The Two Thrones. Ez a harmadik rész igazániból szerintem az egyik legjobb. A játékról annyit kell tudni, hogy a Ubisoft gyártotta x évvel ezelőtt. De ez nem egy tegnap előtti játék. 16-os karika meg verekedés van benne. Ez megvan eredetiben, tehát ezt annól megvettem. Aha. Igen, hát beleszaladtam egy intróba, amit nem lehet kinyomni. Hát addig tudok nektek mesélni. Hát a rendszer követelmény az igazándiból, hát úgy van, hogy Windows 2000 per XP, tehát szerintem nem nagyon kell félni, hogy nem fog elmenni valakinek a számítógépen. Mind a háromra igaz. Tehát szinte zéró gépigénnyel rendelkezik. Viszont a játékban van egy hihetetlen elrontás, ami nem más, mint a nehézségi fokozatok. Ugye itt látjuk a kettőből kivett jeleneteket, amikor a Dehaka ellen kellett verekednünk. És akkor, hogy ilyenkor történt valami igazán, de a kettőt soha nem tudtam végigvinni, olyan adrenalin löketem volt, amikor a Dehaka ellen kellett küzdeni, hogy egyszerűen nem tudtam megölni. Márpedig anélkül nem voltam hajlandó abba hagyni. És nézzétek meg, fogyatékkal élő kapitány eldobja magától ezt a hihetetlen ajándékot. Konkrétan elpusztíthatatlan, de... Á, igen, itt a csaja igazán, ezt nem tudom honnan szedte össze. Annak ellenére az egyben milyen kis fiatalos volt, a háromban azért már úgy lényegesen észrevehető volt az öregedés. Viszont azt keresem, hogy ez mikor készült, tehát hogy az oké, hogy a Ubisoft csinálta. Igen, Perzsiát megtámadták. Nem tudom, nekem valahogy nem így emlik Perzsia régről. Ugye a történelem könyvekből. 2003-2005 Ubisoft Entertainment, tehát úgy körülbelül a környéke. Hú, gyerekek, hát ez komolyan megtámadták. Milyen szép maszkod van. Hát itt már próbálkoztat, szédes fiam. Szava. Volt egy hajó. Támogatott perifériák, egér, billentyűzet, per Windows kompatibilis játékvezérlő. Akkor a következő videónál már gyerekek nem másról, mint gamepaddal fogom bemutatni, bármennyire lehetett látni. Akkor már tuti, hogy azzal fogok csapatni. Ez olyan perses elképzelés. Úgyhogy hát most már elkezdhetnénk, mert hosszú volt ez az intro. Oh, de jó. Ó, a grafikára teljesen jó. A szituáció az a szokásos, tehát, hogy mindenki pontosan addig fog küzdeni, ameddig én oda nem érek ott, vagy az én emberem vagyok ellenség, nyerni fogok. És kész. Hogy felállt? Others had taken their place. Hát a videóban nem így nézik ki. Tetszik egyébként a kinézet, tehát... maga az elgondolás. Let her go! Továbbra sem fogom megérteni, édesfiam, miért nem ugrasz be a vízbe. The prince made his way along the torn and blasted district, ja, igen, haunted by visions from his past. Mood right on a lost stick. The mood was now reduced to cinders. Igen, első elképzelés. Babylon's proud armada, which he would often come to greet, lay cracked and broken, cast to the bottom of the Euphrates. Jó, hát ezt elrakottam, nem el kell jönni. Igen. Ez miatt is csináltam a... Igen, ez miatt is csináltam meg, hogy most nem a bal oldalon van a kamera. Úgy tudtam, hogy mellé fog ugrani, valahogy tudtam. Nem ezt mondtam.
Igen, és ilyenkor jön, hogy balra tekerjük, hogy jobbra menjen. Ne nézzük, azt mondja, hogy merre kellene mennem. Ez a bajom, hogy már itt az elején fogalmam nincs, hogy hova kell mennem. Ott följövök, itt átugrok. Nagyon jó, hogy az egér nem úgy működik, ahogy kéne, mert inverz. Viszont aztán nagyon gyorsan. Azt nagyon gyorsan átállítom, basicben van a szem, akkor. Please let me know when you're ready to Options. Advanced. Akkor nem Tell me when you have time to hear more. Akkor nézzük. Gömbhoz. Akkor viszont tudom, hol van. Benne van a keyboardban. Ugyanis. Camera free lock inverted. Hibátlan. If you require a break. Ó, de jó, és végre működik. Hát ez kurva jó volt. Ezzel rengeteget öntünk. Ez így. Az felett így elugrott volna minket. Na végre. Oké, sikerülni fog. Ez az, gyere mi, baby. Igen, tehát itt az elején már vannak olyan dolgok, amikor úgy bosszantja az embert, bosszantja, nem nagyon, csak egy icipicit. Például az ilyen. Ha nem pontosan úgy mész rá, ahogy neki tetszik, akkor... Everywhere there are signs of battle. But what of Babylon's guard? Where have they all gone? De... Igen, tehát hogy ilyen dolgokon is tud úgy vezélni, hogy éppen hogy csak nem ért oda, belekapaszkodni nem fog. Véletlenül se. Move towards right to auto climb. Igen, most elfutunk arra. Igen, hát... Most kéne felfutni, most úgy véletlenül végre megtanulnunk, tehát már egyszer használnunk kellett. A játék igazándiból nem nagyon függ össze annyiban az elődeihez, vagy az elődeihez nem igazán kötődik. Úgy nagyjából ereszél már a... Úgy igazándiból annyiban kötődik hozzá, hogy üzjön azon az emberre, megyünk, hasonlók a képességeink. És nem pontosan ugyanazok a képességeink, csak van amikor úgy egyszerűen... Ja, hát igen, így kell életet tölteni és menteni, tehát folyamatosan fogjuk kapni ezeket a kis szarokat. Kúval szét tudunk nézni, itt van egy rakás emberke, tiszta szar. Mindegyik megpróbálom minket megölni. Nem szabad space nyomni, hogy így ugráljon fölfelé, vagy bármi, mert nem azt fogja csinálni. Találtunk egy zsebkést. Első bamba őrünk. Igazándiból kaptunk egy újdonságot. Így kell megölni hirtelen, ilyen kék lesz a nagyvilág, és akkor... És akkor most inkább várok, hogy visszább jön. Várjak? Na, várjál az sem. És akkor egy idő után már egész tűrhető speeddel csináljuk. Nincsen benne semmi ördöngősség. Ja, és meglett, jó van. Itt még visszafordítási lehetőségünk nincs, tehát itt elbasztuk, pont. Tehát majd azt a képességünket is meg kell szerezni, de az még nagyon odébb van. Sőt, fogunk így rakás új képességgel találkozni. Természetesen mindent végig próbálom majd mutatni nektek.
Igen, hogy az ellenfelek oda-vissza mászkálnak, hogy valami ilyesmi. Itt még igazándiból nincsen túl sok értelme gyilkolni. Op, 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 op. Hát szervusz, van most megkapom. Kombók igazából egész egyszerűek, tehát csapkodjuk az egeret, mint sűkít a csengőt, és pont. Semmi nagy vasszis lesz. Ja igen, bármikor bele tudunk inni a vízbe, tehát hogyha megsérülünk, akkor úristen, akkor lejövünk, beleiszunk a vízbe, és természetesen fel is gyógyultunk. Tehát nem kell olyantól félni, hogy vitt egy rakat víz, és akkor nem tudjuk használni. Végigfutunk a falon, átugrunk, nagyon jó, tehát itt igazándiból olyan akrobata mutatványokat tud csinálni, hogy egy freerunningos megúgy... Freerunningos? Gyerekek, én már nem tudom, az éj azt mondani, a freerunning, de a parkúros megunná, tehát... Megunná, ne szégyelni magát. Na mindegy, tudjátok, miről beszéltem. Ilyen kellemes módon hurcolják, tehát egy már nem így. Egy már nem bírja. No. Nagyon meglátszik, hogy úgy, hogy nem tetszik neki ezt, hogy elviszik. No. Hop. Beugrottunk, és természetesen már jönnek is kedves kollégáink. Alessia benne, mindegyik ezt ki kell jönni. Végtelen lehetőségünk vannak arra, hogy milyen... Hihetetlenül sokat kellett ezzel a kardban bírgelődni, igazán sokat többet érdekel, hogyha végre csinálna is valamit. Igen, itt nyomjuk a kombókat, és lényegesen egyszerűbb a kinyírása. Mindjárt megdöglök, semmi életem. Semmi probléma. És ez gyerekek, ez easy, tehát nagyon nagy király vagyok. Véletlenül sem fogok még egyszer ezért kardot fővenni, maximum eldobás céljából. És akkor azért itt ilyen hihetetlen mutatványokat. Igen, ez a legjobb, hogyha itt mellé ugrasz, akkor igazán leesve és életerőt veszítesz. Biztos vagyok benne, hogy itt okkal van valami ilyen kis... Semmi? Tehát ennyi az egyetlen ok, hogy... Legyen valami, ahonnan még macera is visszajutni lehet rá, nem annyira. Jó, igen. First person kamera, és itt is még mindig, úristen. In all my visions of the future, did I suspect a homecoming such as this? Igen, itt lehet látni, hogy mindenkit rettentő módon kínoznak, vernek, ütnek, rúgnak a raknak. But war with who? And why? Ott a királyságom temploma. Jó, igazándiból azért gusztustalan látvány volt, tehát nagyon szörnyű volt. Igen, és akkor itt főszaladni a ház oldalán, tötteredet. Ahogy ijesz. Ez jó, mert ez igazán volt. Ha minden jól megy. És nyakjárág. Akkor ketté hasítjuk. Igen. A kettőben észrevették, hogy hát ezzel gyerekek is játszanak. És azóta nem mutatják, hogy ketté csattintom az ellenfelet elég rendesen. Ezt igen, ezt meg lehet csinálni anélkül, hogy belém kötnének.
tehát hogy nem vesz észre, hibátlan a dolog. Nyakába ugrok és megalom. Bemászok ide a sarokba. Nem lát? Nem lát? Még mindig nem? Utána masírozunk. Egy. Kettő. És az ijász nem vett észre, így a hibátlan. Jöppá, és pofán szóltam. Jöhetne most már még egy kút. Igazán, de úgy tudnék neki örülni, hogyha lenne egy kis életem. Itt a kút. Hogyha megnyomom az X-et, akkor előre nézek. Na, ez végül is egy pozitív dolog. Minden egyes kútnál illendő dolog menteni. Nem azért, hogy történjen is valami, hanem azért, mert kell. He had made a promise that was now broken and undone. Igen, itt bántják a népet. Igazándiból nem nagyon tudok angolul, tehát sajnálatos módon fogalmam nincs, hogy kik támadtak meg minket. But a selfish one as well. For he was motivated to ease his own pain. De ők nagyon. Igen, az irányítása. I know these streets. Hallom, továbbra is macerás. I must keep pace with Kailina if I'm to find the one responsible for this. És egyre kevesebb. Hopp, és elvágjuk a törköt. Igen, igazából ilyenkor még, amikor nincsen kardunk, igazából nehéz kombózni. Mert rohadtul nem érjük el. És ezáltal ugye elég nehéz harcolni. De természetesen majd lesznek nekünk is hiper-szuper fegyvereink. Kedvenc részeim egyike. Azért gyerekek, na. Hát ez nem úgy jött össze, hogy elterveztem. Na még egyszer. És igazándiból ez ennyire jó szó, hogy könyörögsz azért. Egy támadási lehetőségére, amikor sikerül végre valamit összehozni, tehát olyan boldog az ember ilyenkor. Igen, és eleve ugye nem PS-re van, vagy nem PC platformra van tervezve, hanem PS-re, és így igazándiból lehet látni, hogy analóggal bány így, meg ezzel így csinálj, ezzel úgy csinálj. Ezek a gyors kérlek, ezek csak egyszerűek, és igazából egész jó pofán néznek ki. Három alkalom még. Aztán onnantól elkezd uncsi lenni, hogy semmi egyéb nincs. Én itt körbenézünk, akkor ott lehet látni. Igen, és itt az ijász elkezd lövöldözni, bennem meg ott maradnak a vesszők, és mindig közelebb megyek, van, de gyorsabban fog lőni. Tudja, hogy ha meglódolok felé, akkor kettőt még velém fog ereszteni az úton ott félen. Nem tudom, jó irányba jövök el, tehát mindig is egy irányba lehetett menni.
Hál' Istennek nem látott meg. Ú, ilyen körkörös mozgással megy. Ez most mit csinál? Bebuggolt. Kaparézni, sikerült. Jó, hát semmi probléma. Ezek a... Kitöltik az ajtó alját. Ez annyira... Érdekesen fest. Hát igen, szerintem odaig nem tudok átugrani. Szerintem meghaltam. De igazán nem a zuhanás hatalmasságába haltam bele, hanem kiléptem a pályáról, és nem lehetne visszamenni. Tehát ezt így jelzi, tehát körülbelül egy 6 centis ugrásba is így van a bele. Ténylegesen elbasztam. És sikeres. Gyors kill, egyszerű. És mégis nagyszerű. Ennyi. És igazából az az egyetlen baj, hogy nem tudok sokkal több mindent elmondani. Tehát hogy úgy nagyjából meg is jöttem, hogy így nézett ki a Prince of Persia egészen addig, amíg el nem jutunk az első kellemetlenebb ellenfelünkig. Ja igen, ezt tudom mit kell csinálni. Itt kell elkezdeni parkúrozni izomból. És mit látjátok, eddig egyszer saját bénasságomban voltam meg. Who would stand before her stall selling fruits and flowers? Akkor ott király volt a édesfiam. The errant children making trouble as all young ones do. Gone. All gone. Igen, ha jó helyzetben indulsz el, akkor igazándiból csak így nyomod a W-t meg a space-t. Nem azért ilyen egyszerű a játék, mert hogy easy, hanem azért egyszerű a játék, mert egyszerű. És kedves kolléga észrevett. Igen, a kettőben itt azt szerette, hogy úgy mutatták, ahogy az ember ketté szakad. Viszont van egy jó pufa dolog, hogy az autócélzás az ki van kapcsolva, vagy be van kapcsolva. Tehát nem kell azon bíbelődnünk, hogy úristen, jól dobjuk-e meg az ellenfelet az adott karddal, vagy bármi egyébben, ami éppen a kezünk ügyébe kerül, hanem egyszerűen csak nyomjuk a célt és teljes erőből hozzávágjuk. Muszáj lenne, igazán ebbe belesen megdöglött. Tehát akkor itt jöhet a gondolkodás, akkor gondolom falon kell futni. Igen, ez 10 esetben 8-szor így van, tehát ha... Igen, tehát valahogy nem lep meg, hogy bénán ugrottam. Retry, ez miért kérdés? Bár mondjuk nem biztos, például egy Rage Game, az... Retry, nem. Úristen, innen! Where is kind Asha? Who would stand before her stall selling fruits and flowers? Semmi probléma. Or the errant children making trouble as all young ones do. Trouble. Ez a zene, ez igazából egy idő után kikészít. És sikerült volna időben megcsinálni. Akkor most tiszta jó lenne nekünk. Én egyébként a játékot életveszteség nélkül végig lehet játszani. Méghozzá pontosan ezzel a technikával, hogy hirtelen levadásszuk az emberkét és pont. Tehát ez mondjuk nekem is egy kicsit úgy szokatlan volt, hogy egyik barátom nagyon-nagyon nagy Prince of Persia mániás, és szólt, hogy hát szecsikém csak hogy tud. Igazából úgy játszottam a játékban, hogy egyszer nem sérültem, és amikor sérültem, visszatekertem. És utána már nem sérültem meg. És így oké, az nagyon jó.
Aha, tehát erre kell ugrani. Öj. Van itt egy kis vízre, mentjük aztán. Aztán jó, hát ez igazándiból nem tudom mennyi ideje játszott volna. 15-56-kor volt az első mentésem. Akkor még ráérős a parti. Oké. Ja igen, természetesen mindent lehet. Objects once familiar and comforting now fill me with uncertainty and dread. What has happened here? Okay, szépen. Félre kellett volna ugrálnunk. És ilyen folyamatok a frankó kombó. Eszedjük itt a kardját, mert ez nekem jobban kell, mint neki. És ilyen kis főhúzók. És nem tudsz egyébet csinálni, mint ütőd, mint a hülye gyerek, mert ő nem fog kardat támadni, úgyhogy szájon vágjon ezért a kutyomba. De igen, ez az, amikor védekezel. Messze nem hagyja meg. Ennek van valami fegyverzete? Semmi. Igen, ilyenkor szokatlan, hogy olyan gyorsan tud lőni. Milyen hülye hal meg. Igen, azért... Bénázni lehet dögivel. Na most mi? Ja, igen, itt jó, gyerekek. Hát bejöttek ezek a kapaszkodó szarok. Nagyon muszáj volt ennyivel mellé ugranod. Bejöttek ezek a kapaszkodó szarok. Főmész, és úgy tudsz tovább menni, hogy nyomod a jobb gear gombot. Nem. Nyomod a space-t, és utána még egyszer a left click, vagy ugye támadás gomb, és akkor úgy belekapcsol. Ez a következő hihetetlenül gusztustalan dolog, ez a rohadt eldobó. Ez meg úgy működik, hogy elkezdesz futni a falon. Hey! Ez amikor egy ilyen 8-10 darabon kell átmenned, és így. De most miért? De átjutottunk. Gondoltam, filmezhetne rá. Ő de jó, ügyes vagy, jó van, fiam, szép voltál. Erre keksz. Na jó van, gyerekeket. Ezt egyszerre nem tudom elhinni, hogy ízni ilyen béna vagyok. Honnan megyünk? Ó, de jó, legalább nem messziről. És akkor hihetetlenül jók voltunk. Hopp! Átugrunk. Közzük ilyenkor ezt az ugyasztó. Mindenféle sérelmek nélkül túléli. Ilyen kis igazi csakmarész. Szokás szerint lövésem nincs, hogy merre kell mennem. Ez mi volt? Megfordulna tiszta biznisz lenne, hogy nézhetni a falat. Nem, mindegy igazán, de volt, csak öljök meg gyorsan. Öjj! Ez a torok elvágásnak az animációja, ez valami hihetetlen. Tehát... Belegondolva bekapcsoltam a vért, mert úgy éreztem, hogy erre szükségünk van. És így, de csak így lehet lejönni, tehát hogyha ezt elbasszuk, akkor... Pardon, ezt elrontjuk, akkor... Akkor
csak úgy tudunk lejönni, hogy... Igen, ilyen az, amikor elrajtom. Király vagyok, gyorsabban nyomkodtam a gombokat, hogy kellett volna. Tehát ez volt az a pillanat, amikor rosszul nyomtam a gombot, és kicsit gyorsabban nyomtam, mint kellett volna. Igen. Egy, kettő, elfutunk oldalra, megint elfutunk oldalra. És akkor most... Igen, ismétlésen elrontottam, azt hittem, hogy itt egyszerűen csak ilyen... Elébb. Hát ez kifeküdt. Kedves barátom, te talán meghaltál. I should be resting now, recovering from my time away, or sitting with father. Instead, I'm forced to run. Igen, ez mindig az apjáról beszél. Fogalmam nincs, hogy mit mond róla, de mindig az apjáról beszél. Biztos hiányzik neki. Az egyben egyébként úgy kezdődött, ezért művelet, hogy meghalt a papa. De jó, hogy nem arra nyomtam. Ezt biztos nem hallották meg, tehát... Ilyeneket kiabál valakit, mert tuti nem hallják meg. Inkább őt kéne kinyírnom, mert... Ő a macerásabb ellenfél. Oké, okay, hát igazán akkor ennyi, tehát... És akkor itt megyünk végig ilyen idétlen helyeken, ugyanazokat kell csinálni minden egyes alkalommal. Semmi különbség nincs, amíg bent vagyunk a kastélyban. Ott viszik egy sajt, és akkor... Tiszta gáz, nem tudjuk utolérni, ne! Majdnem rácsukták a lábára az ajtót. A királyok voltak. Ja igen, ilyenkor van az, hogy végig szaladunk föl, átrolunk és megpróbálunk nem belehalni. Ezek szerint majdnem összejött. Kipusztulni. Jaj, gyerekek, viszont igazándiból most ennyi volt, nem akarlak titeket untatni. Nem akarlak untatni, mert nem tudok újat mutatni igazándiból. Ez a Prince of Persia 3, ez az első 3-4 órában dögunalmas. Tehát ez nem olyan, mint a kettő a Very Orvidén, hogy ezért, mit tudom én, ilyen fantasztikus dolgokat tudunk átélni benne, tehát hogy elejétől a végéig tele van izgalommal, és de egyébként, ha érdekel titeket maga a játék, akkor továbbra is így lehet kapni a boltokban, egy nagyon teljesen tűrhető áron. De természetesen ugye eredeti játékról beszélünk, tehát tessék vigyázni rá. Tehát ezt így lehet kapni, ilyen kis külön van a második része így belerakva. Úgy volt, annó, csak aztán úgy igazániból saját tokja eltűnt, aztán találtam egy ilyen 1000 évest, meg mit tudom, na mindegy. Szóval én azt mondom, hogy megéri magát a játékot egyszer megvenni és kipróbálni, pár 1-2 ezeres, tehát nem egy ilyen 4-5 ezer forintokban kell gondolkodni, maga a játék már kicsit lejárt, úgy mondván, hogy már nincsen bent a boltokban nagyon sűrűn, viszont hogyha megtalálod és megveszed, akkor lesz igazándiból egy jó néhány hétre elegendő Prince of Persia élményed. A nehézségi szintekről meséltem az elején, hogy ugye easy, normal, hard, ahogy megszoktuk egy játékban, ugye mindig tovább megyünk, annál nehezebb lesz. Hát ez a Prince of Persia-ban pont hogy fordítva van, tehát az egy az rohadtul nehéz volt szerintem. A kettő az normál, azt én azt eszméletlenül élveztem, az még easy-n is igazándiból csukott szemmel, az egyik kézem hátra kötve olyan volt, viszont hardon betegesen nehéz volt. A három, a Toad Rons, ez meg olyan, hogy az első másfél-két órában hardon röhögve mentem végig, tehát
konkrétan bármiféle sérülés nélkül, de hát igazán tipolódnettobb, hogy pokoljárás volt. Tehát úgy néz ki, hogy az egy az a hard, a kettő a normál, a három pedig az easy, hogyha ha sikerül eltalálnod a játékot, és nincsen ezzel probléma, mert rá lehet érezni körülbelül az első 10 perc után. Úgyhogy igazán ennyi volt már a Prince of Persia 3, The Old Thrones. Még folytatni fogom, de nem innen, hanem már onnan fogom folytatni, amikor meg lesz a speciális képességem, amit természetesen a tokon is lehet látni. Tudom, hogy kicsi volt, tudom, hogy elprángattam, de lesz egy hihetetlenül jó képességem, onnantól fogom folytatni, ígérem nektek. Még be fogom mutatni nektek a videót is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztetek. Ha tetszett a videó, lájkoljatok, iratkozzatok fel a csatornámra. Nagyjából ennyi. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztetek. Sziasztok!